Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntöm a gyerekeket, fiatalokat. Ma hivatás vasárnapja van, jó pásztor vasárnapja. Ma ezen a Szentmisén különösen imádkozunk, hogy legyenek papi, szerzetesi hivatások, de imádkozunk azért is, hogy elkötelezett családi hivatások is legyenek. Nem csak papokra, szerzetesekre van szükség, hanem elkötelezett családokra. Imádkozunk ebben a Szentmisében a leendő keresztelendőkért, akiket majd a Szentmise után keresztelünk, és lesz egy esküvő is a Szentmise után, Árpi és Izabella örök hűséget fognak kötni, őértük is imádkozunk, és kérjük rájuk az Isten áldását, és szeretettel köszöntöm a Tolnatáj nézőit is. Most pedig lelkiismeret vizsgálatunk következik. Kötelességtudó anya munkában, tanulásban és vallás életemben? Megtanulod-e az iskolai és a lexit? Elvégzed-e a rád bízott munkát, feladatot? Pontosan eljársz a kutatásra és iskolai előadásokra? Szoktál-e hazamosra lenni? Ezeket nekünk is érdemes, kedves testvérek, megfontolnunk, és tekintsünk magunkba, és bánjuk meg bűneinket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahova előttünk menni Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pál és Barnabás a pogányok között is kezdi hirdetni az evangéliumot. Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a pizidiai Antiókiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába és leültek. Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és Barnabás nyomában szegődtek. Ezeket arra bíztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irítség fogta el őket. S rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meghazudtolni. De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát, de mert visszautasítottátok, és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken. A zsidók azonban felbújtatták az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen elűzték őket a vidékről. Szentletke a jelenések könyvéből. Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükkel pálmaággal. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta, ezek a nagy szorongattatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemünkről minden könnyet. Ez az Isten igéje.
Ez egy nagy titok, Dávid játszott, az Úr mosolygott, élek téged nem érdekel, de várj. Nem tudom, miért történt mindez így, de ahogy a gyermekből nőttek az állak is, a király hangja szólt, halleluja! Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket kezeimből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Kedves gyerekek Krisztusban, kedves testvérek, szeretnék most nektek egy történetet, vagyis kettőt elmondani. Mind a kettő pásztorról fog szólni. Az egyik Jézus korában történt, a másik pedig egy magyar népmese, és talán majd ismeritek is. Mi is az a lebbencs először? Felteszem ezt a kérdést így magunknak, az egy leves, egy tészta féle, amit a pásztoremberek ettek a pusztában. És ahogy ez volt a reggeliük, az ebédjük, a vacsorájuk, ez volt mindenük, nem kellett sok hozzá, mikor kihajtották az állatokat tavasszal a mezőre, a pásztorember akkor magával vitt egy jó nagy lebbens tésztát, jó nagy adag zsírt, szalonnát, és ebből főzött mindig ételt magának. Ez hozzászokott már a kis bojtár is,
akiből majd pásztor lett. És azért is kezdem így ezzel a magyar népmesét, mert Mátyás király egyszer elment árruhában, mint ahogy szokott, elment az emberek közé. Még fiatal király volt, felöltözött parasztnak, és meg akarta ismerni a népét, és ezért elment közéjük. És jártában, keltében elérkezett Mátyás király egy szép nagy pusztára, és ott legelésző nyájat, birkákat látott, és egy öreg juhászt, három bojtárja is volt, fiatalok voltak, akiket tanított a juhász mesterségre, és éppen a reggelihez készülődtek, és odaért a tűz mellé, és rögtön a gazda meg is kérdezte tőle, hogy nincs-e szükség, vagy nem-e éhes. Jó reggelt kívánt nekik, és le is ült melléjük, hoztak neki egy jó hosszú kanalat, és a vándorlegény is evett velük. Aztán, ahogy leült, bele akart nyúlni a tálba, de ekkor az öreg ember jó nagyot ráütött a kezére a kanállal. Meg is kérdi tőle, hogy miért kapta ezt. És azért felelte, mert mindig csak a többivel egyszerre lehet belenyúlni az életbe, vagy az ételbe. Aztán tovább ettek, újra rácsapott ez az öreg a kezére még nagyobbat. Megint kérdezi ez a fiatal legény, hogy most miért ütöttél a kezemre. És mondja, hogy azért, mert a másik elé nyúltál. Mert nem ettek külön tányérból, hanem egy a kondérból ettek, és mindenki saját maga elől vette az ételt, de ő átnyúlt a túloldalra. És ekkor Mátyás király felfedte magát. Hát ugye nagyon megijedtek, és bocsánatot kértek, hogy így bántak vele, de ő azt mondta ennek az öregnek, hogy gyere föl velem Budára, és megcsapkodott a nagyuraknak a kezét, mert ők is mindig előre nyúlnak a tálba, elveszik a szegények elől az ennivalót, meg harácsolnak maguknak. Hát valahogy ilyenek a pásztorok, ilyenek voltak. Együtt ültek, együtt őrizték a nyájat. Aztán Jézus korában is voltak pásztorok, és sokszor halljuk az evangéliumokban is a róluk szóló történetet, de ezen a vasárnapon különösképpen gondolunk Jézusra, mint a jó pásztorra. És ő mondja is azt, hogy én vagyok az ajtó. Hát hogy lehet egy élő ember egy ajtó? És arra kell gondolnunk, hogy úgy tudjuk ezt megérteni, hogy Jézus korában úgy őrizték a nyájat, hogy beterelték valahova, vagy csak a mező közepére, de ha lehetett, akkor még kőből raktak is nekik egy ilyen karámszerűséget, és oda beterelte a pásztor a nyájat, és ő feküdt a pásztor az ajtóba. Tehát ő volt az ajtó. Azért volt az, hogy ne tudjon bemenni a farkas, a vadállat, ne tudja elrabolni a nyájat. Ő volt az élő ajtó. És a jó pásztor óvja, védi, táplálja, és így tereli a nyáját. Nem kihasználja. Tehát hivatások vasárnapján nem véletlen, hogy a pásztorkép tárul elénk, az őrző, védő pásztor, de még Jézus korában az volt az elterjedt, hogy a pásztor nem a nyáj után ment, hanem ő ment legelől. És a nyáj megy utána, ment utána. Tehát mi is így vagyunk, azért vagyunk itt, és azért szinte egyfele nézünk, és egyfele haladunk, mert haladunk Jézus Krisztus után. Őt tekintjük példaképünknek, ő megy elől. De hát ugye Jézus nem tudjuk megfogni, megtapasztalni, mert itt van a Szent Ostjában, titokzatos módon, de valóságosan nincs itt köztünk. Tehát akkor hogyan megyünk utána, ugye tehetjük fel a kérdést? Hát úgy megyünk utána, hogy vannak a papok. És a papok után megy a nyáj.
a jó pap vezeti a nyájat, és ő utána halad a nyáj. De a pap megy ugye Krisztus után, mindig ő megy legelől. És most lehet, hogy itt közöttetek is ülnek olyanok, akikből szuper pap lesz és csodálatos szerzetes, netán apáca, de köztetek ülnek azok is, akikből családanyák és családapák is lesznek. És bizony, a család is akkor megy jól, akkor jó, ha ő is megy a pásztor után. Az ő vezetésével mennek és haladnak előre. Tehát ennek a vasárnapnak ez a gondolata, ez a menete, hogy a jó pásztorra tekintünk, Jézus Krisztusra, aki után szeretnénk menni, és akire rátesszük az életünket, és akiben bízunk. Adja meg nektek a jó Isten, hogy mindig szem előtt tudjátok tartani a mi királyunkat, Jézus Krisztust, és akire fel tudtok tekinteni. De a pásztoroknak ugye még hozzátehetjük, hogy vannak bojtárjai, és a bojtárok pedig ott vannak a hitoktatók, a segítők, a diakónus, mind-mind tereltiteket. És ez a cél, hogy egy irányba menjünk, óvja és védi testi és lelki épségeteket is. Mert a lelki épséget is kell őrizni, hogy ne raboljon el minket a világnak a hívsága. Mert sok minden el akar csábítani nagy-nagy zajjal, de nem azt adja, amire szükségünk van. Legyetek áldottak, és őrizzétek meg mindig a szívetek mélyén Jézus Krisztust, és legyetek jó kis báránykák. Amen. Most pedig a születésnaposokat köszöntjük először, és a névnaposokat, és azok álljanak fel, akiknek a születésnapjuk és névnapjuk van, és köszöntsük őket szeretettel, és természetesen a felnőtt testvérek is álljanak föl, akik ebben a hónapban ünneplik névnapjukat és születésnapjukat is. Isten éltesse és áldja őket, és titeket külön. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hálass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hálass meg minket. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy gyakor legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hálass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat. Kérünk téged, hálass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hálass meg minket. Add, Urunk, hogy a háború véget érjen, és béke legyen a földön. Kérünk őrizd, önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataljaink és minisztránsaink szívébe, hogy meghallják hívásodat, ha szólítod őket, és örömmel mondjanak arra igen. Urunk és Istenünk, Te a jó pásztor életeted adtad értünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a Te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát, nem hal meg soha többé. Halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya.
könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a testvéretnek, hogy a mai napon papnevelés céljára gyűjtünk, kérjük a kedves híveket, hogy akik szívesen adakoznak a két pattöm között elhelyezett ládákba tehetik be adományaikat. A Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja ez évben ünnepli 30 éves születésnapját, és május 13-án ünnepi szentmise lesz délelőtt 10 órakor itt a belvárosi templomban. Szintén a szekszárdi Máltai Szeretett Szolgálat gyűjtés szervez március 13-a és május 22-e között, szintén majd a két pad között kihelyezett gyűjtőkbe lehet bedobni az adományokat. 14-én a bérmálkozók számára lesz lelki nap, melyet a Bonyhádi Menedék Ifjúsági Közösség tagjai tartanak a plébánián délelőtt. A katekumenek befogadó szertartása miatt május 16-án hétfő este a 17:30 szentmise itt lesz megtartva a belvárosi templomban. És hirdetjük, hogy a bélmárkozók számára a próba és a gyónás május 20-án lesz 16 és 17 óra között, a bérmálás pedig május 21-én lesz itt a belvárosi templomban, délután 4 órakor, aznap este a 16 órai szentmise nem lesz megtartva, mert ekkor lesz a szentmise. Majd Tamás atya május 22-én a 8:45-ös mise után várja az 50 és 60 év közöttieket a plébániára találkozóra. És a Szent Mónika közösségek országos találkozója lesz május 28-án, Kiskunmajsán jelentkezni lehet, Vereckeiné Piroskánál, részletek a hirdető táblán olvashatóak. Fontos az imádság, vannak, akik buzgón imádkoznak, és én úgy hiszem, minden kedves testvérünk imádkozik, de fontos, hogy mindig van egy állandóság az imában, és az édesanyák ilyenek, az ő szívük mindig nyitva áll a bőséges, szerető imádságra. És a Szent Mise végén hadd köszönjem meg minden szolgálattevőnek, akik részt vettek a szentmisén, emelték a szentmisének a fényét, együtt dicsőíthettük a mennyei atyát. És külön köszönöm Pap Attila, a CSIT zenekar énekesének, hogy ő is szebbé tette a liturgiát. Mindenkinek még egyszer köszönöm, és áldott szép vasárnapot kívánok, de ennek előtte még persze taki sorszolás is lesz. Koszorú Bálint, Koszorú Csaba. Takács Péter, jól megkeverem, Takács András, és Novák Zalán, gratulálunk a nyerteseknek. Gratulálok, gratulálok. Gratulál. Ötöt mondtam, nem? Igen. Valaki nem jött ki? De, jössz. Köszönöm. Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.